Az ingatlan árak történelmi magasságokat értek el az elmúlt hónapokban, ez pedig a piacot is átrendezi. Nyár elejéig az volt jellemző, hogy keresleti piacról beszélhettünk. Most azonban úgy néz ki, ez átfordul egy kínálati piaccá, vagyis több ingatlan lesz a piacon, mint amennyit a vásárlók szeretnének megvenni. Az árak viszont azért nem csökkennek, mert az eladók még nem látják be, hogy csökkenteni kellene az árakat. Közölte Seregi Né Jánvári Enikő ingatlan szakértő 35 perc című műsorunkban. Mi ingatlan szakértőként tudjuk, érzékeljük, de még az eladók ezt nem igazán érezték meg ezt a dolgot. Tehát azért elértünk egy pontot, most itt állunk, de az ingatlan árakban akaratlanul is egy törés fog most bekövetkezni, és ezt mint ingatlan eladó kicsit nehezen veszik meg, hogy igen, most már esetleg alkudni is lehet, az árakat lejjebb kell vinni annak, aki ténylegesen szeretné eladni, ki lehet tartani az árat, de akinek valami oknál fogva lépnie kell, az most már nem fogja tudni ezt megtenni. Tehát az, hogy teli áras ingatlanokat adunk el, ez nem a jövő vonulata. Kedvezőek a hitelkamatok, de várhatóan ez is emelkedni fog fél és egy éven belül, tette hozzá az ingatlan szakértő. Az elmúlt években jellemző volt, hogy a lakosság hitelből vásárolt ingatlant, amennyit az ingatlan és a jövedelmük elbírt, ahhoz képest a maximális összeget igényelték a pénzintézetektől. A legkedvezőbbek a 10 éves kamatperiódusú hitelek voltak. Nyíregyháza környékén a falusi csokra nagy a kereslet, ebben az esetben legalább 5 millió forintot vásárlásra, 5 millió forintot felújításra kell fordítani, de sokszor az ingatlan értékbecslése miatt bukik az ügylet. Itt Nyíregyháza környékén lévő falvakban sok az 5 millió forint környéki ingatlan, viszont az állapotukból kifolyólag nem igazán adják meg a bankok rá ezt az 5 millió forintos hitelt sem. Elég szigorúan nézik az értékbecslők is, a bankok is az ingatlan jelenlegi állapotát, attól függetlenül, hogy az 5 millió forintot korszerűsítésre és felújításra fordíthatnák, de a jelen állapotát nem ítélik meg olyannak, hogy erre bármilyen hitelt is adjanak, és emiatt többen elestek ettől a lehetőségtől. Tehát ők, mint ügyfél megfeleltek a konstrukció feltételeinek, de az ingatlan volt az, ami miatt esetleg ez az ügylet megbukott. A tavaly előtti években az újépítésű ingatlanok piaca lendült fel, de most nem nagyon kezdenek a vállalkozók új építkezésekbe. Ennek valószínűleg az is az oka, hogy jövőre ismét 27%-os lesz az áfa. A családtámogatási terv egyik része a babaváró hitel, ezt azok a házaspárok igényelhetik, ahol a nő 18 és 41 éves kora között van. A maximum 10 millió forintos államileg támogatott hitelt idén július 1-től kérhetik a párok. Ez egy nagyon jó konstrukció azok számára, akik gyereket terveznek. Tehát itt nem a meglévő gyerek számít támogatási feltételként, hanem a születendő gyerek. Tehát ha már valakinek egy gyereke születik, már ez a konstrukció megéri, ha olyan céljai vannak, amire a hitelt fel tudja használni. Mert hogy fontos kihangsúlyozni, hogy ez itt nem csak lakásról van szó. Mert hogy nem csak lakás célról van szó, bármire fel tudja használni. Ez olyan, mint egy személyi kölcsön, szabad felhasználású, nincs benne kötöttség, felhasználhatja lakás célra, de akár befektetéseket is vásárolhat belőle. Tehát egy jó konstrukció akkor, ha gyerek megszületik, mert hogy kamatmentessé válik. Ha nem születik meg a gyerek, akkor a hitel átalakul egy 5 éves kamatperiódusú személyi kölcsönné, azonban a meghiúsulástól számított 120 napon belül egy összegben vissza kell fizetni a kamattámogatást, amit addig az állam fizetett a bank részére. Ez az összeg a 2 millió forintot is meghaladja. A rendelet szerint 5 év a türelmi idő. Ha ez időn belül egy gyermek születik, kamatmentes a hitel. Ha kettő, akkor a kamatmentesség mellett a fennálló tőke 30%-át is elengedik. Ha pedig egy harmadik gyerek is születik, akkor az egész tőketartozást elengedik.